ház az azért maradt meg a jó állapotban, a sváb családnak volt 5 gyereke, utána mindig olyan ember lakott itt, aki vénlány volt, aglegény volt, legfeljebb egy idős házaspár, soha nem volt élet ebbe a házba. Ebbe egy, másfél ember egyébként soha nem lakott. Nyilván ez biztosította annak a lehetőségét, a nyílászárókat nem kellett kicserélni, a kilincseket nem kellett, minden eredeti, amit ott láttuk. Bár a hivatalos átadás megtörtént, a térség polgármesterei most találkoztak először a hagyományok házával. Pintér Szilárd elnök arról is szólt, az épület tavasztól őszig turisztikai elképzeléseik megvalósítását segíti. Ezelőtt két hete, amikor a helyiekkel közösen egy szombat délután felavattuk, amelyet több mint 100-al vettek részt, én azt mondottam, hogy a következő társadalmi tanács ülést, rá ideinvitálom polgármester kollégáimat, és egy rövid társadalmi ülést követően egy tárlatvezetést szeretnék nekik elkövetni, és nyugodt körülmények között minden szegletét megnézhetik ennek az épületnek. A társulás több napi rendi pontban tárgyalt a segítőkész társulási alapszolgáltató intézmény további működéséről. Pintér Szilárd bejelentette, közel 10 millió forintot kaphatnak vissza a települések a befizetett támogatásokból. Az elmúlt két évtizedben, mert a polgármesterek velem még nem történt, hogy novemberben felülvizsgáljuk egy intézmény költségvetését, és nem pótbefizetést kell eszközölnünk, hanem gyakorlatilag a teljes finanszírozás, amit a tagönkormányzatok 18-ban befizettek, december 15-ig van lehetőségünk visszafizetni, hiszen menet közben a segítőkész szociális alapszolgáltató intézményünknek a finanszírozása oly mértékben változott pozitívan, hogy a normatívából tudjuk gazdaságosan üzemeltetni ezt az intézményt. Ugyancsak az intézményt érintő döntés, hogy amennyiben lehetőség nyílik rá, jobb feladatelváltás érdekében februártól újabb létszámbővítés válik lehetővé. Felmerült annak a lehetőség, hogy 2019-ben a családsegítő szolgálatot egyfővel bővítsük. Nyilván ennek a szakmai indokait a társadalmi tanács elfogadta. Kértük az intézményvezető asszonyt, hogy január 15-ig 2019 évi normatívának ismeretében hozzunk ebbe egy határozatot, és nyilván amennyiben ennek a finanszírozási lábát megoldottnak látjuk, február 1-ével nagyon örülnénk, hogyha a szakmai munkaszínvonalát egyfőbe tudnánk emelni. Hónapra intézményvezető asszony, elkészítettem a beszámolóját, ezt megkapja minden tagunkormányzat. Azt gondolom, mi 30 napot nem várunk arra, hogyha bármelyik területen probléma van, hiszen azért van az intézményvezető, hogy a nap bármelyik szakába fel lehessen hívni, nem söprünk semmit a szőnyeg alá, és azt gondolom, hogy ez a konstruktív együttműködés vezetett oda, hogy elégedettek a tagok az intézmény működésével.